Kacs Sándor meghatározó tanáregyéniség. Szakmai tudását, pedagógiai tapasztalatait önzetlenül és készséggel adja át tanítványainak, kollégáinak, munkatársainak. Innovációs kezdeményezései időtálló sikerek. Nagy munkabírású, kiegyensúlyozott, kultúrteremtő személyiség. Annak nagy hagyománya van ebben az iskolában, hogy már általános iskolás korban a gyerekeknek az eredményeit figyelemmel kísérjük, és már 6. osztálytól ide meghívjuk a gyerekeket egy szakkörre. Az egész tevékenységnek talán a legfontosabb része az, hogy sokféle szinten kell a gyerekekhez közelíteni. Az fontos, hogy én egy osztályban legalább 3-4 féle szintű feladatot tárgyalok szinte minden órán, és ilyen módon az a gyerek, aki még bekerült, és nem látszik rajta, hogy ő olyan kiváló lesz, az, mivel neki való feladatokat kap, az fokozatosan előrébb lép. 4 év alatt, vagy 6 év alatt derül az ki, hogy kiből lesz igazán jó. Tanár, azt hiszem, a tanítványainak az eredményeire büszke. Jó néhány olyan tanítványom van, aki matematikai díjakat kapott. Összesen eddig 9 ember kapott Magyarországon, 9 fiatal kutató, nemzetközileg elismert szintű, magas szintű kutatásáért Talentum díjat, és ebből 2 Bonyhádi gimnazista volt. Sok helyen azt mérisgélik, hogy egyáltalán egy vidéki kisvárosban érdemes-e gimnáziumot tartani, érdemes-e kórházat, érdemes-e vasútnak oda menni. És azt hiszem, hogy az nagy dolog, hogy itt egy olyan iskolát tudtunk ezen körülmények között is létrehozni, fönntartani. Olyan iskola fejlődik, amelyik országos szinten is jó eredményeket ér el.